Április 19-től újra kinyithattak az óvodák. Hogyan tudott a Panelkuckó Napközi Otthonos Óvoda felkészülni a kicsik fogadására? Szeretettel köszöntöm a Kétfürdői Televízió nézőit, és téged is, Miklós. Mi végig nyitva voltunk, ugye a pandémiás helyzetre tekintettel ügyeleti rendszerben azért mi működtünk, amikor a teljes feloldás, illetve az a része megjelent a rendeletnek, hogy az általános iskolák alsó tagozata és az óvodások visszamehetnek az óvodába, teljesen zökkenőmentesen zajlott nálunk. Előzetesen a szülőket felkértük arra, hogy jelezzék, hogy mikor szeretnének óvodába jönni, illetve vissza kívánnak-e térni most a normál óvodai élethez. Ezt interneten tették meg a szülők többségében, illetve telefonon, mivel a személyes kontaktusok számát azért igyekeztünk csökkenteni. Így a gyerekek nagy része zökkenőmentesen vissza tudott térni, sőt már nagyon várták és örömmel jöttek az óvodába. Mi is örömmel vártuk őket, hiszen nekünk az az életünk, hogy a gyerekek ott legyenek az óvodában, és gyerek zsivaj töltse be az épületet, illetve az óvoda udvarát. Mielőtt ez a szabályozást enyhítették volna, azelőtt hány csoport működött? Azelőtt kis csoportokban működtünk ügyeleti jelleggel, gyerek létszámtól függően, ugye a kollégáim végig dolgoztak, illetve úgy oldottuk meg, hogy aki nem a csoportban volt, az egyéb adminisztrációs, illetve más jellegű feladatokat végzett. Így egy-egy csoportban kis létszámmal volt, hogy két csoport működött, volt, hogy három csoport működött, de olyan is volt a végére, amikor még az ügyeleti rendszer volt, hogy négy csoportot működtettünk, mert már annyira megnőtt a gyerekek óvodáztatásának az igénye. Úgyhogy mindig folyamatosan bővítettük a csoportok számát. És most minden csoport újból működik, vagy pedig volt olyan szülő, aki még visszatartotta a kisgyermekét? Valamennyi csoportunk működik, néhány szülő kívánt élni azzal a lehetőséggel, hogy intézményvezetői engedélyt kért arra, hogy távol maradhassanak még az óvodától, valamilyen családi vagy egyéb okra hivatkozva. Nyilván ezeket a dolgokat most az ember akceptálja, és a szülők kérését teljesítve néhányan maradtak csak távol az óvodai élettől, akik jelenleg még otthon vannak, de őket is várjuk természetesen vissza, mint a szülő úgy gondolja, hogy biztonságosnak érzi már az óvodába járást. A kisgyermekek, akik esetleg hosszabban otthon voltak ez alatt az időszak alatt, és most újból óviba járnak, ők hogyan fogadták azt, hogy ismét a csoporttársaikkal együtt töltik a nap délelőtti részét? Én azt vettem észre, hogy nagy örömmel jöttek az óvodába, nekik is hiányzik az azonos korúak társasága, hisz azért eléggé bezártan élték a családok ezt az időszakot. Nagyon kevés helyre mozdultak ki, nyilván a szülők mérlegelték, hogy mi az a hely, ahova el lehet menni egy kisgyerekkel. A gyerekek örömmel vették az óvodai életet újra, illetve az óvodai csoportszobákat birtokba és az óvoda udvarát is. Örömmel játszanak, és nagyon zökkenőmentesen visszatértek az óvodai élethez. Nagyon meglehetősen alkalmazkodóak a gyerekek, és ebből nem volt probléma. Persze néhány apróbb kis köncsepp azért volt az ajtóban, az elválásnál, de aztán hamar megvigasztalódott az is, aki reggel egy kicsit szomorúban érkezett. Most elég nehéz volt a csoportoknak eleve összeszokni, mert hol tudtak jönni óvodába, hol nem. Okozott ez egyébként problémát a gyerekeknél, hogy most esetleg már nem szokták meg, vagy már nem tekintették annyira ismerősnek egymást, mint esetleg előtte? Hát ez az év elég rapszodikus volt ilyen szempontból valóban. Elég sokszor voltunk ugye a pandémiás helyzete tekintettel, hol zárlat alatt, hol részben volt zárva az óvoda, hol néhány csoportot érintett a zárlat. A gyerekek nem viselte meg őket látszólag, nagyon ügyesen, nagyon jól alkalmazkodnak, ezt már említettem, és ha a gyerekeket kellő szeretettel, illetve kellő empátiával felkészítjük és fogadjuk őket, akkor ez nekik nem okoz gondot, így nálunk is ezek a dolgok zökkenőmentesen zajlottak. Az óvónők munkája ebben az időszakban kellett, hogy valamilyen szinten módosuljon az eddig megszokottól, hiszen pont ez a változékony létszám csoport lehet, hogy okozott gondot. Hát igen, teljesen más egy ilyen évet lezárni, illetve egy ilyen évet végigélni. Hiányérzetünk van. Tehát a kollégákkal beszélgetve mindenki azt várná már, hogy azokat az eddigi megszokott élményeket, szokásokat újra végig tudjuk vinni az óvodai nevelési évben, amik ugye most kimaradtak érthetően a pandémiás helyzet miatt. Nagyon bezárt az óvoda,
ebből kifolyólag ugye rendezvényeket nem tudtunk tartani, sőt azokat az ünnepélyeket is, amit óvodán belül szoktunk megtartani a gyerekeknek, ugye azokat sem tudtuk most óvodai szinten megtartani, a csoportok saját csoportbeli életüket élték, ott ünnepeltek mindenféle olyan ünnepet, amit egyébként közösen szoktunk megélni. Hiányérzetünk van a nevelési étterén, hisz nagyon szaggatott volt, többször voltunk ugye zárlat alatt, illetve amit említettem is, hogy vagy csoportok voltak, vagy az egész intézmény volt zárlat alatt, és ez azért úgy elszabdalta ezt a tanévet, sőt, azért rányomta a bélyegét, a félelem is bizonyos mértékben, mert azért mindenki fejében ott motoszkált az, hogy ma én vagyok beteg, holnap esetleg ki lesz beteg, a gyerekek is eléggé betegesek voltak, illetve most a szülők részéről kaptunk egy olyan fajta megerősítést, hogy amit kértünk, hogy ha bármilyen betegségtünetet észlelnek, akkor ne jöjjenek óvodába, lehetőség szerint vegyék fel a gyerekorvosukkal a kapcsolatot, és hát többségében a gyerekorvosok sem engedték a gyerekeket az intézménybe. Úgyhogy így igazából ez egy ilyen nagyon különleges és nagyon visszafogott év volt a nevelési téren is, illetve a gyerekek mindennapi életében. Igyekeztünk nekik, amikor bent voltak, olyan eseményeket a saját csoportjukban biztosítani, amit az óvónénik saját maguk tettek még hozzá, hogy még egy kicsit változatosabb, egy kicsit élménydúsabb legyen, de nyilván a közösségi élmények csak szűk óvodai csoportra vonatkoztak. Az óvónők munkáját ez megnehezítette, illetve az otthonlét idejére is próbáltunk a szülőknek online felületen biztosítani olyan ismereteket, információkat, amit erre az életkorra jellemző, hogy abból egy kicsit mazsolázzanak. Nyilván nagyon nehéz egy otthon lévő kisgyereket lekötni, főleg ha még mellette van otthon még néhány gyerek, akivel más jellegű foglalkozás kell. Mi próbáltunk támpontokat, illetve ötleteket adni ahhoz, hogy otthon mivel lehet lekötni ezt a korosztályt, illetve mi az a mese, vers, játék lehetőség, amit a szülők esetleg fel tudnak használni a mindennapjaik során. A kisgyermekek ebben az időszakban beszéltek a koronavírusról, vagy egyáltalán erről a helyzetről? Szó volt ez köztük? Igen, nyilván a családok mindennapjaiban is ez szóba került, illetve hát az óvodában is folyamatosan azt hallották, hogy kezet kell mosni a betegség megelőzése érdekében. Azért kell az ajtóban a kézfertőtlenítést elvégezni, hogy már úgy jöjjön be az épületbe, hogy a betegséget próbáljuk kiszorítani az óvodából. Nyilván ez napi téma volt az ő szintjükre, azért elmagyaráztuk, hogy mi az, ami miatt ezek a szükséges intézkedések, illetve hát a szülők sem jöhettek be az épületbe. Tehát a gyerekeknek el kellett mondani, hogy anyának miért kell az ajtóban megállni, vagy apának, vagy a nagymamának, amikor máskor bejöhetett az épületbe. A gyerekek egyébként rugalmasak. Ha az ő szintjükön elmondjuk, hogy miért van, ők megértik, és ha következetesen betartjuk, akkor a szabályok nekik egyértelműek. Szó volt az ünnepek megtartásának nehézségéről is. Az elmúlt időszakban volt anyák napja, ami azért a kisgyermekeknek egy eléggé fontos ünnep, szeretik ezt az ünnepet. Meg tudta ezt valahogy tartani az óvoda, vagy hogyan élték meg most a csoportok? Hát igen, ugye május első vasárnapjára esik az anyák napi ünnepé, mi ekkor szoktuk ugye az anyák napi évzáró, illetve a nagycsoportosok búcsúztatását úgy megtartani, hogy a családok is részt vehessenek rajta. Mivel ez az időszak még ezt nem engedélyezte, nem oldották fel ezeket a szigorú járványügyi korlátozásokat, ezt a csoportok saját maguk alternatív módon egy-egy vers megtanulásával és a virág, illetve ajándékkészítéssel az édesanyáknak most a gyerekek otthon mondták el azokat a verseket, amit az óvodában az óvónénikkel megismertek, illetve elkészítették a saját maguk kis ajándékát, és mindenki hazavitte. Nyilván ez nem a közösségi élmény, ez most egyéni családi élményé vált, de szerintem így is az édesanyák nagyon örültek, illetve a nagymamák annak, hogy azért köszöntötték a gyerekek még óvodai ajándékkal is őket. És hát természetesen a nagyokat is el fogjuk búcsúztatni, azt is egy kicsit alternatív módon most az óvoda udvarára tervezzük, illetve a kollégák a tó körül szoktak egy ilyen kis piknikes dolgot a nagyoknak szervezni, hogyha a szűk család is ezt igényli, és ott búcsúztatják el őket, hogy az óvodából mégis méltóképpen tudjuk elköszönni a nagyoktól.
azok a nagy csoportosok, akik idén végeznek az óvodába, és egy új élethelyzet, az iskola lép az életükbe, ebbe a nehéz helyzetbe föl tudtak készülni az iskolára? Hogyan tudta az óvoda ezt az akadályt venni? Hát említettem, hogy ugye azért eléggé szaggatott volt ez a tanév, de nálunk a fejlesztés azért, amikor bent voltunk, azért az ugyanúgy, illetve a nevelőmunka az ugyanúgy folyt. Az óvodában jelenlévő gyógypedagógus, aki segíti a mi munkánkat és logopédusként is dolgozik, ő is dolgozott végig, a bent lévő gyerekeknek megtartotta a foglalkozást, sőt volt olyan kisgyerek is, aki egyébként nem járt óvodába, de a fejlesztő foglalkozásokra bejárt a szülővel egyetértésben. Megbeszéltük, hogy mikor hozhatja be, és a fejlesztése megtörtént. A többieknek, akiknél igazából ugye probléma nem volt, vagy nincsen, ők abban az ütemben haladtak, ahogy bent voltak az óvodában. Mi igyekeztünk mindig pluszt és többet adni nekik, amikor bent vannak, mert nyilván a kieső időszakot nehéz pótolni. És azért mondtam az előbb azt, hogy a csoportok az online felületen próbáltak a szülőknek olyan információkat, olyan feladatokat eljutatni, ahol azért a szülő is rálátott, hogy mi az az életkori feladat, ami ezeknek a gyerekeknek jó, és otthon próbálkozhat azzal, hogy esetleg ezekből mazsolázik, és egy kicsit tudja a gyerekek fejlesztését ő saját maga is megoldani, bár itt sokkal nehezebb. De az óvodában, amit tudtunk, mindent megtettünk, a kollégáim tényleg maximálisan azért voltak, hogy ezek a szűk időszakok, amik kiestek, azért pótlódjanak. A legkisebbek, akik most kezdik majd az óvodát, ők nekik a beszoktatása, vagy pedig az ismerkedés az intézménnyel, ez idén valahogy meg tud valósulni, meg tudott valósulni? Ezt a kérdést én két részre bontanám, mert ugye nálunk a beszoktatás az folyamatos, tehát a gyerekek egész évben jönnek. Most ez a helyzet adódott már ugye kora ősztől, hogy a szülők eleve nehezebben, illetve nem jöhettek be az intézménybe. Most a beszoktatás nagyon flottul, nagyon frappánsan ment. Azok az új gyerekek, akik beérkeztek, a szülők járványügyi szabályokat betartva beléphettek az intézménybe, és bekísérhették, megismerkedhettek a csoportokkal, néhány nap, néhány órájában ott tölthették a gyerekekkel az időt, és nagyon-nagyon alkalmazkodva és nagyon gyorsan lezajlott az idei beszoktatás egyébként, vagy befogadás, mi így hívjuk ezt a részét az óvodába érkezésnek. Én úgy gondolom, hogy többségében nagyon-nagyon jól lezajlott. Az újonnan beiratkozó gyerekek pedig, akik a következő tanévre iratkoztak volna be, ugye szintén online felületen, illetve telefonon történt nagy részt a beiratkozás, most is, ebben az évben is. Néhány szülő igényelte csak a személyes kontaktust velük, megbeszéltük, hogy mikor léphetnek be az óvodába, és mikor tudunk beírni adatokat, illetve mikor tud tájékozódni. Most a gyerekeket nem hozhatták be az óvodába, tehát ez a látogatás most elmaradt. Én azt ajánlottam a szülőknek, hogy a májusban, amikor már több a szabadtéren kint töltött idő, az udvaron vagyunk, akkor jöjjenek el, látogassanak meg bennünket, nézzenek körül az óvoda udvaron, egy kicsit ismerkedhetnek, és hát majd augusztusban, az augusztusi szülőértekezleten pedig már mindent remélhetőleg a normál kerékvágásban tudjuk indítani a tanévet, és ott minden információt meg fognak kapni. Szülőértekezletek is szoktak lenni évközben. Idén a szülőkkel való kapcsolattartás hogyan tudott megvalósulni? Hát ez is teljesen alternatív módon valósult meg, hisz a szülőkkel való kapcsolattartás ugye az ajtónál lezárult. Egyéni fogadóórára volt lehetőség, azt is előtte megbeszélve az óvónénikkel, illetve időpontot egyeztetve biztosítottuk a belépést a szabályok betartásával. A szülőkkel való kapcsolattartás online felületen történt, nagyon sok információt osztottunk meg a szülőknek az egyéni csoportok, vonatkozóan is. Ugye minden óvodai csoport működtet egy online felületet, ami zárt Facebook csoport. Ott a csoportra vonatkozó információk, adatok, illetve véleménycserék megtörténhetnek. Amit pedig intézményvezetés részéről szerettünk volna a szülőkkel közölni, azt is az óvodai csoportokban megosztottuk. Reggelente néhány szó erejéig azért az ajtóban is volt lehetőség arra, hogy a szülők tájékozódjanak, illetve kérjenek, illetve a kérések elhangzása után próbáltuk ugye tájékoztatni őket.
Én úgy gondolom, hogy ezt is a szülők nagyon korrektül és nagyon jól viselték, bár nyilván a személyes kapcsolattartás azért hiányzik. Tehát az a fajta kapcsolattartás, ami a napi érkezéskor információt elmond az óvónéninek, hogy reggel esetleg mi történt otthon, miért van az, ami következhet, vagy lehet a mai napra, vagy érdeklődne, hogy mi történt, ez azért most nagyon leszűkült, de amennyire lehetett, azért tájékoztattuk a szülőket, illetve tartottuk a kapcsolatot. Most, hogy ismét közel teljes létszámmal működik az óvoda, milyen szabályokat kell betartani, akár a gyermekeknek, akár az alkalmazottaknak? Hát továbbra is ugye a fertőtlenítés, illetve a belépés szigorúsága, még azt nem oldottuk fel, tehát a szülők még mindig az ajtóig jöhetnek maszkban, természetesen úgy vesszük át mi is a gyerekeket, hogy maszkot viselünk, a kézfertőtlenítés, lázmérés az még mindig megtörténik ott abban a zsilibben, ahova a gyerekek beérkeznek, utána őket átöltöztetjük benti ruhába, illetve segítünk nekik átöltözni. És hát szerintem folyamatosan tartanunk kell, hát a tisztaságra eddig is nagyon ügyeltünk, ezután is. Ami nálunk megváltozott, hogy most textiltörölközőt nem használtunk, szeretnénk ezt még fenntartani, hogy papírtörlőt, bár ez nem túl környezetbarát, mert azért nagy mennyiségű papírtörlőt használunk, így el. És hát a fogmosást most kiiktattuk, mert azért ott is láttunk olyan veszélyeket, hogy egymás fogkeféjét, illetve fogmosó poharát, ha véletlenül összecserélik a hasonlóakat, akkor azért annak most egészségügyi vonatkozásban szerintem nagyobb veszélye volt, úgyhogy a fogmosás ebben az évben is elmaradt, és hát továbbra is azokat a higiéniai szabályokat, amit előírtak nekünk, tehát a kézmosás, kézfertőtlenítés, egyéb napi tárgyak fertőtlenítése, illetve a maszk használata a belépés utánig. Volt olyan, hogy ezen a belépési szűrőn nem ment át valamelyik kisgyermek vagy szülő az elmúlt időszakban? Hát ugye a szülőknél annyira nem tudok nyilatkozni, mert akik néhányan beléptek az intézménybe, ott nem vettünk ilyet észre, tehát ott is betartottuk a hőmérőzés, kézfertőtlenítés, ott nem. A gyerekeknél előfordult, nem volt jellemző, de előfordult, hogy már reggel magasabb hővel érkeztek, és a 37,8 hőfok feletti hőmérséklettel már nem lehetett belépni az intézménybe, ott megkértük a szülőt, hogy vegye fel a gyerekorvossal a kapcsolatot, és akkor annak függvényében térjenek vissza az óvodába. Most, hogy egy kicsit nyitottabbá vált a világ, hogyan tervezi az óvoda még az év befejezését, illetve a nyári szezont? Hát ugye most már minél többet próbálunk szabad levegőn tölteni, most már a kollégáim úgy gondolják, hogy egy kicsit kimehetnek a játszótérre is, tehát az óvodaudvart is elhagyva a játszótérig, illetve sétákat bonyolítanak az intézmény, illetve a kertes családi házak körében. A gyereknapot szeretnénk úgy megcsinálni az óvodaudvarán, hogy az egy kicsit felszabadultabb legyen és jobb érzéssel töltsön el bennünket is, felnőtteket is, illetve hogy tudtunk valami pluszt adni a gyerekeknek. Illetve próbálunk egy olyan házhoz menő színházi előadásra pályáztunk most, amit a Petőfi Színház művészei hirdettek meg. Én bízom benne, hogy egy kicsit ebbe is talán beleeshetünk, és minket is választanak, illetve ide is eljut ez az előadás, és akkor még egy plusz élményt tudnánk a gyerekeknek biztosítani. És nyilván most az lenne a cél, hogy minél többet a szabad levegőn, és minél többet kint felszabadultan játszani az óvoda udvaron. A Panelkuckó napközi otthonos óvoda nem csak egy átlagos óvoda, hanem zöld óvoda, és a Boldogság programban is részt vesz. Az elmúlt időszakban hogyan lehetett ezeket a programokat betartani, megtartani? Hát igen, a zöld óvoda programban most már évek óta részt veszünk. Igazából ugye a zöld óvoda az azt jelenti, hogy megpróbálunk abban a szellemiségben élni, amely a fenntarthatóság, illetve a különböző zöld programokat közvetíti a gyerekek felé, illetve azt a fajta életszemléletet, ami a mai világban már természetesnek kellene, hogy legyen. Itt óvodáskorban nálunk azért a szelektív hulladékgyűjtésnek az a része, az a bizonyos része, amit mi tudunk csinálni, tehát papír gyűjtünk külön a csoportokban, a felhasznált olyan papír, ami esetleg kidobásra kerülne, mint rajz, mert nem jól sikerült, azt próbáljuk összegyűjteni egy dobozban, illetve valamilyen tárolóedényben, és ezt összegyűjtve majd eljutatjuk ugye a
megfelelő helyre, vagy gyűjtjük az elemet. Ezeket a dolgokat továbbra is csináljuk, hisz ez nem kötött, tehát itt nem kellett olyan helyszíneket kijelölni. Nyilván ezzel kapcsolatban is lehetett volna sokkal több mindent, ha nyitottabb az intézmény, mert ezzel kapcsolatos előadásokat is, illetve olyan játékos helyzeteket szoktunk teremteni a gyerekeknek, amiben a védőnénik is részt szoktak venni, mert az egészséges életmód, a zöld életmód, ezekhez külső segítséget szoktunk hívni, illetve olyan embereket, akik ezzel kapcsolatosan hát többet tudnak nyújtani a gyerekeknek. Próbálkoztunk madarászt meghívni, de hát ezek most meghiúsultak. Amit mi tudtunk, tehát ami a madarakfák napja, illetve a vízvilág napja, a vízzel kapcsolatos témák, ezeket egyébként is a csoportokban mindenki feldolgozta, csinálják az óvónénik azokat a projekteket, amik ezzel kapcsolatosak, de nyilván ez is beszűkült a csoportokra vonatkozóan. Hát próbáljuk fenntartani, és mindig beszélünk arról, hogy miért fontos a vizet, miért kell elzárni, tehát a napi életet azt úgy értük eddig is, hogy erre a takarékosságra, illetve ezekre a dolgokra azért fel tudtuk hívni a figyelmet. A plusz programok maradtak el. A boldogságórát pedig a csoportok, akik ebbe beneveztek, azt nyilván a mindennapjaikban tudták folytatni, hisz ahhoz nem kellett külön személy hívni, azt az óvónénik részt vettek továbbképzéseken, illetve van hozzá szakmai anyag, és azt tudták csinálni a csoportokban. A pedagógusok élete hogyan zajlott, hogyan tudták elvégezni a feladataikat ebben az időszakban? Hát nagyon érdekes ez a kérdés, illetve maga az évre visszatekintve a pedagógusok ugyanúgy dolgoztak nálunk, sőt sokkal több teher hárult rájuk, mert nyilván a gyerekek fogadásánál is a pedagógus és a Dajka néni is ott volt az ajtóban. Elkísérte a csoportjáig, átvette a csomagot, amit hozott reggel vagy délután, ugyanígy a kiadásnál, amit haza kellett vinni, azt odaadta, összekészítve odaadta a szülőnek. Nyilván sokkal több munka hárult a Dajka nénikre is, óvónénikre is. Az óvónénik és a Dajka nénik is minden nap dolgoztak. Bent voltunk az épületben, ha nem volt annyi gyerek, akkor az egyéb tevékenységeinket végeztük, amik egyébként elmaradnak, vagy egy kicsit másképp szoktuk megoldani. Most erre több idő jutott, hogy az adminisztrációt átnézzük, a szabályzatokat és egyéb feladatokat átnézzük, ami pótlásra, illetve hiánypótlásra szorult, azt elkészítsük, vagy kiegészítsük. A Dajka néniknek meg nyilván azzal, hogy a gyerekeket öltöztetni kellett, sokkal több feladat hárult rájuk, hisz azon kívül, hogy a napi rutint végigcsinálták, ez még ott volt pluszban, és az óvónénikkel karöltve a gyerekek fogadásában és a gyerekek hazaadásában is aktívan közreműködtek. Én nagyon szeretném megköszönni a kollégáimnak, hogy helyt álltak ebben a nehéz helyzetben, és helyt is állnak még most is. Sőt, a tavalyi évet is zökkenőmentesen végig tudtuk csinálni, illetve az idei évben is, amikor nyitva voltunk, akkor mindenki ott volt és helyt állt. Idén sikerült megvalósítani néhány beruházást is az óvodában. Erről hallhatnánk valamit? Igen, a Magyar Falu program keretén belül ugye új játékokat telepítettünk az óvoda udvarára, ezt a fenntartónk jó voltából, aki pályázott erre. Most már elkészült a két ivókút is, bekötésre került, úgyhogy a gyerekek azt is birtokba vehették az óvoda udvarán, ez egy kicsit azért könnyebbség a napi udvari vízivás tekintetében. És hát az új játékoknak is nagy sikere van, ami bővítette az óvoda udvarán a mozgás lehetőséget, és hát van még egy pályázati lehetőségünk, amit szintén a fenntartó jó voltából, a fenntarthatóság, ugye a nap elemek kerülnek majd az óvoda tetejére, ez várhatóan a nyáron fog elkészülni, illetve a belső felújításokat nyára tervezzük, ami szintén majd egy olyan kicsit talán könnyebbé teszi a felnőttek dolgát is, mert konyha felújítás és hát olyan lépcsőházi megújulás lesz, ami egy kicsit látványos is lesz, hisz azért az épület már elég koros, és vannak bizonyos részek, amik még nem kerültek felújításra, ezeket tervezzük a nyárra. Van esetleg olyan probléma az óvodában, akár az épületben, akár az udvaron, ami talán most merült fel és fejlesztésre szorulna? Van egy bizonyos aláázása az épületnek, ami megoldásra vár. Ennek a
munkának is már elkezdtük a megvalósítását, tehát ott is a szakemberek már dolgoznak rajta. Én bízom benne, hogy feltárásra kerül ez a hiba is, és akkor ez is meg fog oldódni a nyár folyamán.